Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2018. december 21-én, este 7:30-kor. Kulai kézműves kiállítás és workshop. Nagy népszerűség mellett folytatódott a Kalocsa Kula pályázat. Nevezessen alkoholos befolyásoltsággal az ünnepek alatt sem. A karácsony és a szilveszter sem jogosít fel ittas vezetésre. Halászléfőzés, ételszentelés és swing koncert. Vasárnap az utolsó gyertya is felgyúl. Kulai kézműves kiállítás és workshop várta az érdeklődőket a Tomori Pálvárosi Könyvtár kamara termében. A program Kalocsa Kula közös pályázatának keretében zajlott. Többek között különböző paprika készítmények és kézműves ajándéktárgyak sorakoztak a kamaraterem előtti folyosón az asztalokon. Új programjához érkezett Kalocsa Kula közös pályázata, így kedden nyílt a Régi Szokások Új Köntösben címmel az Interreg IPA pályázat keretében kiállítás és workshop az emeleten. Míg a teremben előadások zajlottak, addig kint vásárolni lehetett a határon túli kézműves mesterek és cégek portékáiból. Bácskeresztúrról és a Kulai Magyar Műveledős Egyesületből tudták az emberek, a kiállítók elhozni a munkájukat. Voltak olyanok, akik az idő véget és a különböző betegségek véget nem tudtak eljönni. Ennek a kiváló programnak a célja ugyanaz volt, mint a testvérvárossal elnyert pályázatnak is. Az együttműködés, az összetartás, a kultúra, az emberek ismerkedése, és ez nagyon fontos a két ország számára, főleg nekünk magyaroknak, akik külhonban vagyunk, úgyhogy ez nagyon fontos, és én úgy gondolom, hogy jó úton haladunk. A szoros kapcsolatot mi sem bizonyította jobban, hogy Kula város vezetése, többek között az alpolgármestere is ellátogatott a delegációval Kalocsára. A két város gazdaságának közös vonása egyebek mellett a paprika termesztés, ezért is hoztak magukkal több paprikás terméket is a vendégek. Kula önkormányzat az 7 településből áll, egy település Bácskeresztúr, ahol a lakosságnak talán 60-70%-a kisebb-nagyobb területeken termeszti az étkezési paprikát, és ezzel tartsa fönn magát. Úgy, de az mellett ez szolgál úgy is, mint kisegítő tevékenység. A tervek szerint a mostani látogatás viszonozva lesz, és jövőre városunk kistermelői kapnak majd bemutatkozási lehetőséget a Vajdaságban hasonló workshopon keresztül. Az elmúlt héten ismét ellenőrzési akciót tartott a rendőrség, céljuk pedig a bódult ittas vezető kiszűrése volt. Közelednek az ünnepek, és ez idő alatt is fokozott rendőri jelenlétre lehet számítani az utak mentén. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózatának éves akcióterve alapján a rendőrség az elmúlt héten Magyarország egész területén fokozott közúti ellenőrzést végzett. Ahogy egész évben hallották, gyakorlatilag a teljes év során is folyamatosan kiemelt figyelmet fordítunk az ittas állapotban közlekedő járművezetőknek a kiszűrésére. Természetesen ez nincs másként az évvége közelettével, az ünnepek alatt sem. Tehát itt szeretném felhívni azoknak vagy a közlekedőknek a figyelmét, hogy nagyon sokan indulnak el, mennek esetleg bulizni szilveszterkor, karácsonykor, látogatnak meg családokat, ismerősöket, barátokat. Aki tudja, hogy gépjárművet fog vezetni, annak szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy akkor ne. Ha tudja, hogy vezetni fog, akkor ne fogyasszon alkoholt, vagy hogyha alkoholt szeretne fogyasztani, akkor oldják meg úgy, hogy olyan járművezető vezesse az autót, aki nem fogyasztott előtte alkoholt. A múlt heti ellenőrzés legfőbb célja az ittas és bódult állapotban történő vezetés kiszűrése, de ez nem csak a Tiszpol akciójának keretei között kijelölt időszakban fontos szempont, hanem az év teljes szakaszában a rendőri ellenőrzések során. Természetesen az év vége időszakában is lehet számítani folyamatosan a rendőri ellenőrzésekre, és ahogy mondtam, ez gyakorlatilag az év teljes során, úgy az ünnepek alatt is egy kiemelt figyelmet fogunk fordítani az ilyen jellegű járművezetőknek a kiszűrésére. Az ellenőrzések legfőbb célja a közlekedés biztonsági helyzet javítása. Ebben az évben utoljára nyitotta ki kapuit az óvi suli a Kalocsai Fényi Gyula általános iskolában. A karácsony volt a téma. Már harmadik alkalommal ülhettek be az iskolapadba úgy az óvodások, mint az iskolába járó gyerekek ebben a tanévben. Az októberben kezdődött sorozat idején havonta egy alkalommal jöhetnek az intézménybe a nagycsoportosok. A tél, a karácsony volt a téma ezen a foglalkozáson. Az óvisuliban játékos formában ismerkednek az iskola mindennapjaival egyfajta előkészítő jelleggel. Az utóbbi évek tapasztalatai is azt igazolják, hogy a téli időszakban a betegségek miatt kevesebben vesznek részt a foglalkozásokon. Most közel 30 kisgyereket hoztak el a szülei.
Míg az egyik osztályban a hallásfejlesztésre, az észlelésre, a sorrendiségre, a téri tájékozódásra, a számokra fordított a tanítónéni nagyobb hangsúlyt, a másik helyen németül sorolták a színeket és a számokat a leendő első osztályosok, úgy díszítették fel a karácsonyfájukat. Mivel a kezeknek sokat kell ügyesedniük az iskola kezdésre, minden alkalommal van kézműveskedés is. A következő ovisuli január 21-én lesz majd. A tervek szerint akkor angol foglalkozás várja a kicsiket. Vasárnap, december 23-án az utolsó gyertya is felgyúl a város nagy adventi koszorúján. Az ünnepséget követően közös halászléfőzésre, ételszentelésre és a Bresden Zenekar Swing koncertjére is várnak minden érdeklődőt. Már három gyertyáig a sétáló utcában található hatalmas koszorún. Megérkeztek az árusok is a karácsonyi forgatagba, mely mellett zajlanak a közös szalonnasütések és forralt borozások is, ahol a Country Road zenekar szolgáltatja a hangulatos dallamokat. Az ünnepekre hangolódva, két nap múlva, aranyvasárnap, az utolsó negyedik gyertya is fel fog gyúlni, melyre különleges kísérő programokkal készülnek a szervezők. Ez teszi föl talán az egész rendezvény sorozatra a koronát, mert itt egy nagyon érdekes dolog történik. Azon kívül, hogy meggyújtjuk az utolsó gyertyát, dr. Mészáros István templomigazgató fogja ezt a gyertyát meggyújtani, ő mond beszédet, és a mezei virágok népdalkör fog énekelni, majd ezután, és mindenkit nagyon várunk rá, 450 főre készül itt egy halászlé, három bográcsba, valami különleges kivitelben fog ez történni, én se láttam még, és akkor ezután a negyedik adventi gyertyagyújtás után boldog karácsonyt kívánunk egymásnak. Ám itt még nem ér véget a programok sora, ugyanis a halászlézást követően a Bresden zenekar karácsonyi swing koncertet ad a sétáló utcában felállított színpadon. Az intézmény vezető hangsúlyozta, minden program ingyenesen látogatható, melyre szeretettel várnak minden lakost. Én arra kérem a kalocsaiakat, hogy jöjjenek el ezekre, higgyék el, hogy nagyon jók. Aki hallja ezt a televízióban, az adja át a szomszédnak is, mert jó együtt lenni, és jó beszélgetni, és mindezt mi azért csináljuk, hogy önöknek, a kalocsaiaknak ez jó legyen. Az utolsó gyertyagyújtást követően kerülnek kiosztásra azok a játékok is, amelyet a Mosolygömb elnevezésű jótékonysági akcióval tudott megvásárolni az önkormányzat. Az akción idén közel 500 000 forint gyűlt össze, melyből 70 kisgyermek karácsonyát teszik szebbé. Égve felejtett gyertya, csillagszóró, zárlatos fényfüzér vagy bekapcsolva hagyott sütő. Sok mindentől válhat a karácsonyi ünnep rémálommá, ha a gondatlanságból tűzvész lesz. Vigyázzunk az ünnepek alatt is fokozottan a tűzveszélyre. Szépen feldíszített szoba, ünnepi fények és karácsonyfa. Az asztal közepén egy magára hagyott gyertya, ennyi elég a tűzvészhez. A prevenciós kisfilmet a katasztrófa védelem készítette, mely jól mutatja, milyen kis figyelmetlenség elég a hatalmas problémához. A gyertyákat mindig helyezzük biztonságos környezetbe, a láng sose érjen el semmit, helyezzük tálkába, tára, ne adjunk esélyt arra, hogy fel tudjon borulni. Sose hagyjuk magára, és mikor már nincs rá szükségünk, oltsuk el. Gondot okozhat a nem biztonságosan használt csillagszóró is. Gyermekek kezébe csak felügyelettel vagy egyáltalán ne adjuk, az égő részt mindig tartsuk távol éghető dolgoktól, mint például a fenyőfa vagy éppen a függöny. Évről évre egyre többet hallani a zárlatos fényfüzér miatt történő tűzesetekről is. A bóvli nem megfelelő, alacsony minőségű égősor a szobában kiszáradt fenyőfát pillanatok alatt lángra gyújthatja. Égősor vásárlásánál törekedjünk a jobb minőségű, besorolású füzéreket biztonságos forrásból választani. Ne vegyünk piacról, úgymond asztal alól égőket. A sütőre is fokozottan figyeljünk az ünnepek alatt. A karácsonyi forgatagban elfeledkezhetünk az éppen készülő ételről, mely szintén nagy veszélyt hordoz magában. Ilyen és ehhez hasonló, kis odafigyelést igénylő lépésekkel könnyedén megelőzhető a baj. Hatalmas lánggal ég a rögtönzött szoba. A tűzoltóság minden évben hasonló bemutatókon rekonstruálja, milyen gyorsan ég le egy szoba és felhat a meghitt ünnep akár tragédiává is. Figyeljünk egymásra és értékeinkre!
Statisztikai adatok szerint az év vége fele egyre inkább megnő a betöréses lopások száma. Néhány egyszerű trükk segítségével minimalizálhatják annak esélyét, hogy a tolvajok kifosszák otthonukat. Az ünnepek közeledtével sokan elutaznak meglátogatni családtagjaikat, esetleg megejtenek egy kisebb kirándulást vagy nyaralást. Az erre az időre őrizetlenül hagyott lakások könnyű célpontok lehetnek a furfangos tolvajok számára, ám kisebb, apró trükkel, illetve egyszerű lehetőséggel élve minimalizálhatják annak az esélyét, hogy egy feldúlt, kifosztott lakásba érjenek haza. Mindenféleképpen rejtsék el szem elől az értéktárgyakat. Ne hagyjanak elől semmit, pakolják el az értékeket. Az ablakokat tartsák zárva, függöny behúzva, hiszen ha be lehet látni, az olyan a betörők számára, mint egy kirakat. Kérjék meg a szomszédjaikat, hogy figyeljenek otthonukra, míg nincsenek otthon. Hagyják bekapcsolva a tévét, rádiót, így azt a látszatot keltik, hogy otthon vannak. Egy-kettő helyiségben a villanyt is égbe hagyhatják otthonukban, ezzel is azt a látszatot keltve, hogy van valaki a lakásban. Amennyiben rendelkeznek jelző vagy riasztó rendszerrel, azt még egészen rövid időnyi távozás esetén is kapcsolják be, hiszen a tolvajoknak akár pár röpke pillanat is elég a lakhelyünk kipakolásához. Amikor éjféli szentmisén vannak a hívők, a tapasztalatok szerint, akkor nő meg igazán a lakásbetörések száma. A szakértők azt ajánlják, hogy ezt a körülményt is vegyék figyelembe, mikor takarékosságból lekapcsolják inkább a villanyt. Viszont, ha az ünnepek kapcsán több napra tervezik az utazást, érdemes beszerezni automata időzítővel ellátott lámpát, hiszen így nehezebben figyelik ki a tolvajok, hogy nem tartózkodnak otthon. A házak melléképületeit is érdemes jól bezárni, hiszen rengetegszer lehet hallani, hogy a betörők az ott talált saját szerszámmal törik fel otthonunkat. A felsorolt óvintézkedések betartásával rengeteg kellemetlenségtől megóvhatják magukat, és nem szabad elfelejteni, alkalom szüli a tolvajt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk. Ne feledjék, adásainkat addig is visszanézhetik weboldalunkon, a kalocsatv.hu-n. További szép estét, kellemes hétvégét, viszontlátásra!